December óta az UNESCO világörökség része a szilvásváradi, illetve úgy általában a lipicai lótenyésztés. Hogy ez mit is jelent, illetve az mit jelent Szilvásváradnak, hogy jövőre négyes fogadhajtó világbajnokságot rendez, egyebek mellett erről is, és a lipicai lótenyésztésről is szó lesz a következő beszélgetésben. Beszélgető partnerem Cseri Dávid lesz, a Nemzeti Ménes Gazdaság igazgatója. A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm Cseri Dávidot, a Szilvásváradi Nemzeti Ménes Gazdaság igazgatóját, aki tegnap jött haza Lipicáról. Miért is? Én is szeretettel köszöntelek, és a kedves nézőket is. Az elmúlt hétvégén, azon belül is a vasárnapi nap délutánján ünnepeltük meg azzal a további 7 országgal az UNESCO elismerését, melyek a szellemi kulturális örökségben való felterjesztésben és a sikerben is részt vettek. Mert hogy ugye decemberben döntött úgy az UNESCO, hogy a szellemi kulturális örökség tagja lesz a lipicai lótenyésztés. Mi minden jár ezzel? Hát ugye nyilván ez egy hatalmas megtiszteltetés, mondhatjuk dicsőségnek is. A világnak a minden pontjára eljutott ez a hír, hogy Magyarország is megkapta ezt az elismerést, és ez is igazolja, hogy a lipicai fajtának helye van, és helye kell, hogy legyen a 21. század lótenyésztésében is, és annál is inkább, mert az első lófajta, amely hasonló elismerést kapott. Azonban emellett egy hatalmas felelősség is, mert nagyon-nagyon nehéz több éves folyamat bekerülni egy ilyen listára, de ki is lehet esni onnan, úgyhogy tényleg az ezzel vállalt folyamatokat és célkitűzéseket, ezeket tartanunk kell. Mi mindent vállaltak? Gondolom, hogy a 8 ország, akkor a 8 ország lipicai tenyésztői, azok együttműködnek. Így van, és azért is volt egy nagy hír ez a siker, mert viszonylag ritka, hogy egy 8 országot érintő jelölést adnak be egy ilyen multinacionális jelölés formájában. És hát ugye a legfontosabb, ahogy említetted is, az a példátlan együttműködés, ami már természetesen nem most kezdődött, hanem hosszú évtizedekkel ezelőtt a monarchia utódállamiban ma is működő lipicai ménesek között. Gondolok itt a tenyészcsere programokra, az egymás rendezvényen való tevékeny részvételre, és teljesen mindegy, hogy az elmúlt negyed vagy közel fél évszázadban milyen politikusok irányították az adott országot, ez a kapcsolat, mondhatni diplomáciai kapcsolat, ez mindig töretlen és baráti volt mind a 8 ország között. Melyik ez a 8 ország? Soroljuk már föl. Ugye Magyarország mellett Ausztria természetesen, Szlovénia. Szlovénia volt egyébként a beadó fél, és Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Románia, a hetedik Szlovákia. Szlovákia. És Olaszországban, ugyanis Róma mellett Monterotondóban ott is van egy lipicai ménes. Mennyire, hát azt értem, hogy tenyészcsere programok vannak. Ez azt jelenti, hogy mének mászkálnak a 8 ország között ide-oda? Hát leegyszerűsítve gyakorlatilag igen, de emellett kancákat is szoktunk cserélni, vagy akár úgy is, hogy egy mén helyett adunk kancát, vagy fordítva. Úgyhogy gyakorlatilag, hogy mind a 8 ménvonal és a kanca családok is maradéktalanul fenntartásra kerüljenek, amelyik ménes jelzi, hogy mondjuk egy Plutó törzsből való fedezőmére van szükségük, akkor próbálunk segíteni, és a legtöbb esetben szoktunk is tudni. Szerintem akkor most van itt az ideje, hogy megkérdezem, hogy Szilvásváradon hány csikó születik idén?
Idén 37 csikót várunk, és a jó részük már meg is született. Igyekszünk úgy intézni a párosítási terveket és a vemhesítéseket is, hogy lehetőleg azért júniusban megszülessenek az utolsó csikók. Aztán nyilván néha a természet közben szól, de ez a tendencia jellemző. Miért kell, hogy eddigre megszülessenek? Hát ugye egyrészt nem szerencsés, hogyha a csikók között túl nagy a különbség. Ugye februárban születnek az első csikóink, és azért, hogyha még augusztusban is születnek csikók, akkor azért már az nagyon nagy különbség. És hát azért Szilvásváradon is most már nyaranta már azért nagyon melegek vannak, úgyhogy ebből a szempontból sem a legszerencsésebb, hogyha mondjuk egy július végén születik meg egy csikó, azért nálunk is vannak már közel 40 fokok. És a lovak körülbelül hány fokban érzik jól magukat, hiszen hát a természettel nem tudunk mit csinálni? Hát azt szokták mondani, hogy a hűvösebb, hidegebb időjárás, még hogyha az mínusz fok is, sokkal könnyebben, sokkal jobban viselik a lovak, mint a nagyon meleget. Azért is gondolom, hogy mert ugye azt mondják, hogy a lipicai az ugye hegyi fajta, tehát talán még a hűvösebbet még jobban szereti, mint mondjuk egy alföldi fajta, egy nóniusz. Így van, de a többi róla is az a jellemző, hogy tényleg ez a 10-15 fok környéke mondható a komfortzónájuknak, ugye a 30 fok körüli hőmérsékletet azt azért nagyon nehezen viselik, de hát természetesen még ilyen körülmények között is mindent megtesznek, hogy mondjuk úgy szolgáljanak minket, hogyha itt tényleg arra gondolunk, hogy 30-40 fokban is teljesítenek egy olimpiai játékokon, vagy egy fogadhajtó világbajnokságon. Úgyhogy de hát nyilván ott annál nagyobb a felelősségünk, hogy az egészségügyi állapotokat kifogástalan kondícióban megtartsuk. Beszéljünk a tenyésztésről, hiszen azt gondolom, hogy Szilvásváradnak talán ez fémjelzi legjobban Szilvásváradot. Ugye a lipicai fajta gén megőrzése az egy feladat, de mellette ugye meg kellett találni a fajtának a 21. századi használatát, hiszen ma már mondhatjuk azt, hogy nem díszelgő ló, meg katonaló, de egyébként az is. De még az is. Igen, ugye ez nagyon, nagyon jó kérdés, mert nagyon fontos a gén megőrzés, a jogszabályi keretek között így van meghatározva a feladatunk is, de én nagyon fontosnak tartom, hogy a gén megőrzés az érték megőrzés is legyen. És hogy említetted is, most már nem katonai célokra, nem áruszállításra, nem személyszállításra tenyésztik a lovakat, hanem a legnagyobb részt a sportban való teljesítésre, és nyilván kellett a fajtának egy lovasport, amelyben egy szakág, amelyben, vagy szakágak, amelyben megállják a helyüket, és éppen ezért is már évtizedekkel ezelőtt a párosításokat is az elődeim úgy végezték, hogy a mozgását a fajtának térül elővé változtassák, és hát ezért is születtek a fogadhajtó eredmények is, de nagyon boldog vagyok, hogy a fogadhajtás mellett a lovastornaszakákban is versenyeznek a tanulóink és a környékbeli gyermekekből álló csapatunk, illetve a díjlovaglásban is több évtized után van nagy díjszintű lovunk, Mikó Tamásnak a lovaglásában a Dallos Gyula bátyám tanítványa, Marsal István most már szintén a nagy díjhoz közelít egy konverzáló 28 származású lóval, és hát először fordult elő, hogy a fiatal lovas válogatottnak a tagja egy lipicai ló is, úgyhogy az idei évi kontinens fiadalra is készül. Úgyhogy én úgy gondolom, ezek mind olyan szakágok és olyan fórumok, ahol megmutathatjuk a fajtánkat. De emellett azért figyelünk a párosításoknál természetesen a gén megőrzés mellett, hogy a klasszikus barokk vonalnak is legyenek képviselői utódai. Ugye említetted a díszegést is, most már idéntől a
Honvéd Huszár díszegység átalakuláson ment keresztül, és a gróf Nádas Differenc Huszár osztály nevet viseli, amely amellett, hogy protokoláris díszegési feladatokat lát el. Nagyon büszke voltam, amikor a pápát fogadhattuk, Ferenc pápát, egy hónappal ezelőtt miniszterelnök úrnak, köztársasági elnök asszonynak is a fogadásai rendszerint ott vannak, de emellett most a budapesti CSCO versenyen egy, úgy gondolom, hogy egy nemzetközi színvonalú magas iskolai bemutatót mutattak be a huszárok, és hát nyilván erre a hasznosításra ezek a testalkató és vérmérsékletű lovak felelnek meg, ahogy például Ausztriában, a bécsi spanyol iskolában is láthatjuk. Úgyhogy tényleg igyekszünk a lovasportokban is megtalálni a helyét, de a klasszikus felhasználási módnak a magas iskolai ágát is figyelembe vesszük. Beszéljünk akkor arról, hogy hogyan lehet ezt a párosításokkal, meg egyáltalán a tenyésztéssel kihozni, hiszen azt gondolom, hogy talán egy fogadba szánt lónak, annak azért egy kicsit más vérmérsékletűnek kell lenni, mint annak, aki mondjuk emberek közé megy, és ott lát el díszelgő feladatokat. Bizonyos értelemben ez igaz, de ami nagyon-nagyon fontos, az a kipróbálás. Természetesen a méneknek szemlét majd vizsgát kell tenniük, de mi minden kancát ugyan ezek az ismérvek alapján szintén kipróbálunk, úgyhogy most már az utóbbi években csak kipróbált vagy nyereg alatt, vagy fogadban, vagy a legjobb esetben mind a két felhasználási módban kipróbált kancákat használunk a tenyésztésbe, és úgy gondolom, hogy ennek pár év múlva már látható eredményei lesznek, és hát természetesen, és én azt mondom, hogy egy jól idomított, jól képzelt, következetesen nevelt ló, az ugyanúgy megállja a helyét a Kossuth téren, amikor egy helyben kell állni több mint egy órát és díszelegni, és ugyanúgy, amikor egy világversenyen kell teljesíteni, például a maestózó mókás néven hívott lovunk is egy nagyon jó példa erre. Tavaly ősszel még Rómában, Váci István fogatában képviselte Magyarországot, március 15-én pedig a huszár osztálynak a kötelékében a Kossuth téren lovagoltam vele, úgyhogy azért nagyon sok esetben vannak úgymond univerzális lovaink is, és hát ezeket kell megtalálnunk és tovább tenyészteni, mert nyilván az egy dolog, hogy kiemelkedő teljesítmény nyújtanak, de maguk a karakterük is nagyon-nagyon fontos, hogy azért egy használható lovak is legyenek, és a külföldi fajtákkal szemben ebben azért tehetünk előnyre szert, mert ott azért tényleg nagyon sokszor látni, hogy most nem akarom kisarkítani a példákat, de azért sok esetben látni, hogy egy díjátadásra is nehezen lehet egy lovat bevinni, vagy felvezetni. Mert ideges? Igen. Tehát azt is lehet mondani, hogy a lipicai fajta egyrészt kevésbé ideges, másrészt meg akkor ezek szerint ez a kiválasztási módszer jó. Hát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok múlik a felnevelésen és a képzésen, mert azért itt voltak kritikák, amikor kiderült, hogy a huszárosztály lipicai lovakat fog elsősorban alkalmazni, és akkor tényleg jöttek ezek a sztereotípiák, hogy túl ideges ehhez, meg kezelhetetlen, meg későn érő, de aztán tényleg itt a szakemberek, a bajtársaim megmutatták, hogy egy lipicai lovat is ugyanúgy oda lehet készíteni, de hát nincs is ebben csoda, és nincs is ebben új, mert már a 20-as, 30-as években is nem véletlenül a királyi testőrség ugyanezt a fajtát használta és választotta. És hát tényleg, hogyha erre az időszakra gondolunk, azért, hogyha egy lóval szinte mindent a következetes képzéssel meg lehet szoktatni, most hogyha gondolunk, hogy a háborús időkben a gépfegyvereket is használták rajtuk, és tényleg minden behatást kibírtak és túléltek, azért annak ellenére, hogy egy menekülő állatról van szó, és az ösztöneit megtagadva
van az embereknek a segítségére, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért is csodálatos dolog lovakkal foglalkozni, de nyilván nem szabad visszaélnünk a bizalmukkal. Mennyire számít az, hogy a tenyésztés során, meg a kiválasztás során támaszkodhatnak a többi hét ménesnek az állományára is? Hát ugye, ahogy említettem is, most idén például a Sziglavi törzsből vannak ménjelöltjeink, de én úgy sokkal nyugodtabb vagyok, hogy most Ausztriából is kaptunk egy Sziglavi Garba nevű lovat, amely már bizonyított, már van mögötte teljesítmény. 9 évet szerepelt a bécsi spanyol lovasiskolában, ami úgy gondolom, hogy önmagáért beszél, és hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedeknek a tenyésztési programjaira, akkor számos Lipicán, Piberben vagy Kistopolcsányban született lónak az utódai értek el kiemelkedő, sőt világra szóló eredményeket a fogathajtásban is. Mielőtt még beszélnénk a fogathajtásról, azt gondoltam, hogy a tenyésztéssel kapcsolatban az egy fontos kérdés, hogy ugye manapság már mindenki a génszerkesztésről, meg mindenféle művi beavatkozásokról beszél. Természetesen a lovaknál is tudjuk, hogy ugye embriómosás van, meg lehet vásárolni a világ minden tájáról szaporítóanyagot, de a lipicai lovaknál ez hogy van? Lipicára is érkeznek lefagyasztott szaporítóanyagos? Ugye nálunk mondjuk egy angol telivérrel ellentétben a mesterséges termékenyítés is megengedett. Mi a ménesben így termékenyítjük a lovakat, de amiket a magántenyésztőknek kiadunk, ők természetesen fedeztetnek a ménjeinkkel, de azért tényleg a kémmegőrzésnek a szempontjából minden évben a Matéval együttműködben fagyasztunk szaporítóanyagokat is le, és hát azért ezek a technológiák, ezek hatalmas lehetőségeket adnak úgy, mint az embrió átültetés, de legfőképpen a petesejt leszívás. Hogyha belegondolunk, hogy azért sajnos vannak olyan karcocsaládok, amelyekből már csak pár egyed maradt, és azért ebben az értelemben nem mindegy, hogy évente csak egy csikó születik egy kancó után, vagy akár 10-12, de még annál is több tud, úgyhogy ezek olyan lehetőségek, amelyekkel úgy gondolom, hogy muszáj élnünk a jövőben, hogy biztosítjuk a fajta fennmaradását. Mennyire szűk az állomány, mennyire nehézkes fenntartani minden kanca családot, illetve ménvonalat? Ugye világszinten, hogyha minden lipicai lovat összeszámolunk, akkor olyan 10 000 környéki számot kapunk, ebből 4 000-re tehető a kancáknak a száma. Magyarországon egyébként kiemelkedő létszám, 1000 feletti a kanca létszám, de azért nyilván nem egy akkora állomány, mint mondjuk egy angol telivérnek az esetében. És azért itt figyelnünk kell, hogy a beltenyésztést is elkerüljük időnként, azért cseppfélkeresztezéshez is kell nyúlnunk. A spanyol-nápai fajta körbe tartozó fajták megengedettek, úgy, mint a lusitano, az andalúz, vagy a kladrubi lovakat is tudunk erre használni, úgyhogy pár hete voltam kladrubban is, hogy tárgyaljak az ottani vezetéssel, és ők is nyitottak voltak az e fajta együttműködésre. De hát ez tényleg így volt korábban is, és hát nyilván így alakultak ki maguk a mai ismert törzsek is, hogy Nápolyból, Arábiából vásároltak lovat a különböző királyi udvarokból, és hát nyilván ezekhez az alapokhoz néha vissza kell nyúlnunk. Most akkor beszéljünk arról, hogy mi a jövő. Hiszen jövőre ugye 4-es fogadhajtó világbajnokságot rendez Magyarország Szilvásváradon. Hogy állnak az előkészületek? Egyáltalán el kellett-e már kezdeni a szervezést? Így van, ugye, hát ez egy nagyon fontos jubileum lesz, ugyanis
40 évvel ezelőtt rendezett utoljára Szilvásvárad 4-es fogadhajtó világbajnokságot, és mind az eredmények, mind a szervezés tekintetében ez egy legendás esemény volt. Igazából a tavalyi évben, sőt miután már 2 éve megtudtuk, hogy mi kapjuk a rendezés jogát, már elkezdtük az előkészületeket. Tavaly a római világbajnokságon már azért reklámoztuk is, voltak különböző marketing anyagaink, és tényleg, hogy a első körben a versenyzőkkel is tudatosítsuk, hogy Szilvásváradra készüljenek. Hát a tavalyi versenyt is gyakorlatilag mondhattuk egy tesztversenynek, és a világkupa fordulót, mert azért már több hajtó is ott volt, aki a világbajnokságon is szerepelni fog. Most ezekben a hetekben épül egy 8. maraton akadály, egy újabb vizes akadály, és én úgy gondolom, hogy a jövő évi mezőnynek a nagy része már itt lesz idén, úgyhogy ez is egy tesztversenynek mondható. De emellett a szervezőbizottság a szállásoktól kezdve a szükséges további infrastruktúrális beruházásokon át egészen a lovak elhelyezésén túl mindenre próbál időben felkészülni és odafigyelni. Természetesen a hajtók is ezzel a tudattal készülnek, hogy ha nem is hasonló, de azért megközelítsük a magyar sikereket, és emellett még Fülöp Edinburgh hercegének szeretnénk egy táblát avatni a Plutó törzsmén istálló falán, ami úgy gondolom egy kiemelkedő diplomácia esemény lesz, ugyanis bronzérmet nyert a brit nemzeti csapattal. Abban az istállóban álltak a lovai, és egy nagyon önzetlen segítőkész pártfogója volt a magyar lovas életnek. Neki köszönhetjük, hogy 71-ben Budapest rendezhetett 4-es fogadhajtó Európa bajnokságot, úgyhogy az ez iránti hálából is szeretnénk ezt megtenni. És a terveink szerint Lady Louise fogja felavatni, aki az unokája és nagyapja nyomdokain szintén a fogadhajtással foglalkozik. Hány lovat várnak? Hát Rómában én 40 fogad környékén volt, én szeretném, hogy a Szilvásváradon több lenne, úgyhogy közel 300 lovat fogunk várni. És hogy fogják őket elhelyezni? Mert gondolom ennyi helyük azért nincsen. Ennyi helyünk nincsen, hát ugye mobilistálókban kerülnek ilyenkor elhelyezésre a lovak. És mennyi zabot esznek ilyenkor? Meg honnan szerzik be a zabot? Hát a gyakorlatban ez úgy szokott működni, hogy vannak természetesen, akik mondjuk a szállastakarmányt hozzák magunkkal, de a szénát, illetve a szalmát azt mi szoktuk biztosítani, de azért ezek a lovak, ezek mondhatjuk, hogy profi sportolók, akár a humán sportolók tekintetében is idézőjelben külön értrendel, úgyhogy ezeket a speciális tápokat, takarmánykeverékeket, vitaminokat mindenki saját maga szokta hozni. Azt hiszem, hogy nem utoljára beszélgetünk erről a világbajnokságról, úgyhogy találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!